Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ez talán az egyik legigazabb és legfontosabb gondolat, ami valaha született. Leggyakrabban a francia írónőtől, Simone Weil-től idézik, aki egyébként 34 éves korában elhunyt. Ami érdekes, hogy a filozófusnő eredeti mondatának szó szerinti fordítása nem pont így hangzik, hanem úgy, az ember alapvető természetéhez nem tartozik hozzá, hogy vágyjon arra, ami már az övé. De például a Csallóközi írónő Gyurica Katarina szó szerint megfogalmazta, vissza kell szoknunk, újra meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ha ezt a létfontosságú tanítást megjegyezzük, akkor csodálatos magasságokba emelkedhet az életünk. Mert akkor hirtelen egy óriási frusztráció csomag esik le a hátunkról. Megértjük, hogy nem csak akkor lehetünk boldogok, ha az új élményeket űzzük. Hogy akik ezt csinálják, azok egyáltalán nem a legboldogabb emberek. Mit is jelent pontosan az, hogy vágyakozunk azután, ami a miénk? Azt, hogy rendszeresen átgondoljuk, milyen jó, hogy az a valami vagy valaki az életünkbe került, és mennyivel szegényebb lenne az életünk, ha nem lenne benne. A legjobb módszer időnként elképzelni, milyen lenne nélküle. Hogyan kelnénk fel úgy reggel? Hogyan hajtanánk úgy álomra a fejünket? Hogyan telne úgy egy napunk, egy évünk, egy születésnapunk, egy karácsonyunk? Mi hiányozna nekünk a legjobban a velejáró értékek közül? Mit vágynánk vissza belőle a legjobban? Képzeljük el napközben, a munkahelyen vagy az iskolában, amikor még nem lehet ott velünk, hogy nem is lehet velünk később sem. Képzeljük el a villamoson vagy az autóban zögykölődve, ahogy hazafelé tartunk hozzá, hogy mi lenne, ha nem várna oda haza. Képzeljük el, amikor egy kicsit nélküle vagyunk, hogy most láttuk utoljára. Ez nem valamiféle oktalan önkínzás, hanem egy önemlékeztető módszer. Átérezni egy-egy pillanatra, hogy mi lenne, ha nem lenne. Átérezni egy-egy pillanatra a fájdalmat, az ürességet, a hiányt, a vágyat. Mert sajnos megtörténhet, hogy nem lesz örökké az életünkben. Ha ezt meg tudjuk élni, akkor rögtön érezni fogjuk, hogyan tudunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ha rendszeresen emlékeztetjük magunkat arra, mennyire más lenne a sokszor oly monotonnak és egyhangúnak tűnő életünk különféle színhelyei, eszközei és szereplői nélkül, azzal hatalmas boldogságot szabadítunk önmagunkra. És nem csak önmagunkra, hanem mindenkire, aki körülvesz minket. Meg kell tanulnunk vágyakozni azután, ami a miénk. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornára!